A Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei múzeuma szinte kiapadhatatlan forrása azoknak a kulturális értékeknek, kutatási lehetőségeknek, amelyek eddig főként a történelem viszontagságai miatt kevésbé voltak ismertek. A rendszerváltás környékéig ugyanis számos örökséget rejteni kellett, így azoknak a minél szélesebb körű megismertetése az elkövetkezendő évek egyik fontos feladata lesz, mondta híradónknak Egeresi Gábor, aki a stafétabotot a múzeum élén annak korábbi vezetőjétől, Pocsainé dr. Eperjesi Esztertől vette át. Óriási megtiszteltetés nyilvánvalóan egy ilyen komoly szakmai háttérrel és, és különös jelentőséggel bíró múzeumot vezetni, mint a Sárospataki Református Kollégiumnak a múzeuma. De örültem is neki természetesen, és hát igyekszek folytatni azt, amit igazgatóasszony véghez vitt, nagyon komoly szakmai színvonalon, négy évtizedes munkálkodása során, úgyhogy hát alapvetően öröm, kihívás és reménység is, hogy majd az Úristen megsegít, hogy azért rosszabbul ne csináljuk, mint ahogyan ő ezt nagyon példásan vezette az elmúlt évtizedekben. Az új igazgatóra nem csak a szakmai kihívások várnak, hanem az is, hogy a várhatóan 2020-ban meginduló múzeum felújítását is koordinálja, illetve az ezzel járó munkálatokat segítse. Azt a nagyon komoly anyagot, mondhatom azt minden túlzás nélkül, hogy kincseket, amelyek itt vannak a múzeumban, ezeket meg kell mutatnunk. Ez egyfelől kötelességünk, hiszen a múzeumoknak a egyik fő feladata megőrizni az értékeket, ugyanakkor ezeket közkincsé tenni. Tehát ez kiállítások rendezésével, különféle publikálások lehet, lehetőségét felhasználva. Nagy hangsúlyt fektetünk a közeljövőben, ezt már el is kezdtük, hogy az internet világát is felhasználva azokat az anyagokat, amelyek valóban most már publikusak lehetnek, ezeket interneten is meg lehet Találni rá lehet keresni, elsősorban a, a, azoknak, akik szakkutatói egy-egy témakörnek, hogy ezeket megtalálják. Már eddig is megtalálhatták, de most már ez könnyebb lesz az ő számukra is. Egyfajta kaput nyitunk, ezzel is egy újabb kaput a külvilág felé. Egeresi Gábor szerint az elkövetkezendő évek sok izgalmas feladatot tartogatnak számára, amelyet munkatársaival karöltve szeretne a múzeum javára fordítani.